Április 27-én indul az első Zsolnai Fesztivál. Milyen célokkal és várt eredményekkel indulnak neki a programsorozatnak? Olyan produkciókat szerveztünk és szerkesztettünk meg, amelyek méltóak, legalábbis gondolataink szerint a zsolnai családi örökséghez, tehát minőséget képviselnek, kreativitást képviselnek, és behozzák azt a szellemet ide a zsolnai kulturális negyedbe, amit ránk hagyományozott a zsolnai család. Mi nem az agyaggal és nem a mázzal írjuk a történetünket, hanem zenével, táncművészettel, képzőművészettel és irodalommal. Ennek megfelelően 450 művész vagy művészcsoport érkezik a zsolnai kulturális negyedbe, és több mint 60 programra kerül sor. Csalók az időjárás, mert megrendeltük most az esőt, de a hétvégére állítólag 30 fok lesz, és hát nagyon várjuk a kis gyerekektől, a babakocsiktól kezdve a nyugdíjasokig a vendégeinket és a fesztivál látogatóit. Körülbelül 35-40 szabadtéri esemény lesz, tehát a PT, a Tudományegyetem művészeti kara nagyon sok külső szobrot, performance-t állít ki, illetve hát a gyerekeknek rengeteg előadás, ez ugye a Bobita Bábszínház művészei mellett a Kaláka együttesen keresztül Paja Beánát nagyon-nagyon sok gyerekprogramra is sor kerül. Aztán az este a fiataloké, tehát a különféle zenekarok mellett, mint például a Madre Deus együttes Portugáliából világhíresek, vagy a Le Timbre Born Franciaországból világhírű ütős együttes mellett minden este különféle helyszíneken DJ-k várják a fiatalabb közönséget. Nagyon fontos, hogy a Katona József Színház 6 produkcióval jelentkezik, saját színházi előadásunk is lesz. Már a Színművészeti Egyetem, a Budapesti Színművészeti Egyetem negyedéves hallgatói, ezen kívül a báb szakosok és a mozgás színház szakosok együtt pécsiekkel már készülnek Tasnádi István Tranzit című darabjának a bemutatójára, különleges helyszínen, és hát ezen kívül számtalan olyan esemény, amire úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sok ember ide látogat, és nem csak Pécsről, hanem Pécs környékéről, Baranyából is, és reményeink szerint még Pestről is jönnek majd ide a kultúrát szerető és a minőségi kultúrát szerető látogatók. Nagyon érdekes, izgalmas a dolog tudni, az itt jelen lévő és helyben lévő kiállítások, amelyek elsősorban a zsolnai kerámiáról szólnak. Ugye a híres Gyügyi gyűjtemény, vagy a rózsaszín kerámiák, vagy a nemrég nyitott családtörténeti, gyár és családtörténeti kiállítás, ez egy olyan biztos alapot ad, hogy aki talán nem is a fesztiválra jön, hanem ide keveredik, mert hallott a zsolnai kerámiáról, én úgy gondolom, hogy olyan élményekkel távozik, ha megnézi a zsolnai, vagy meghallgatja és megnézi a zsolnai fesztivál különféle programjait, hogy akkor már nem csak az elsőről beszélünk, hanem talán jövőre a másodikról, utána a harmadikról és a negyedikről. Egy különleges eseményre is sor kerül, és ezzel tulajdonképpen nyitunk is. Tudnilik, délelőtt 11-kor megnyitjuk azt a planetáriumot itt a zsolnai kulturális negyedben, amely egy egyedülálló berendezést kap, és egy egyedülálló berendezést szereztünk. 40-50 ember látogathat egyszerre a planetáriumunkban, ahol olyan csodálatos látványnak lehetnek tanulni, hogy a Jupiter közelről, a Jupiterről nézve a Marsba bemegyünk, a Marsról átnézünk a Földről az univerzumot láthatjuk. Tehát hihetetlen különleges élményben lesz részük, ezzel nyitjuk tulajdonképpen a fesztivált, aztán a Széchenyi téről elindulunk egy zenekarral, és megérkezünk a Pirogránit udvarba, ide a kulturális negyedbe, ahol nagy megtiszteltetésért jó magamat, tudnélik a Pécs összes kórusa, egy kórus szösszenetemet mutat be, hisz én zeneszerző lennék. Lackvi János költő barátom írt egy szöveget, ezt megzenésítettem, és egy kórus szösszenetet adnak elő a pécsi kórusok itt a Pirogránit udvaron. És ezzel megnyílik az első zsolnai kulturális fesztivál.